E-mail jaga újra itt. 2021-es évünk első indie játéka, ami nekem így brutális módon bejött. A maga sztoriával, stílusával, mind képi világban, mind hangügyileg teljesen rendben van. Kiváról van szó, aki elveszti a karját, és mindenféle kalandon keresztül kell mennie. A végigjátszás az meg tudjátok egyébként nézni a YouTube csatornán, van rá playlist is, meg természetesen ez is fönt lesz, DLC content csekkolás zajlik most. Illetve összeszedtem nektek ezzel a játékkal kapcsolatban azt is, a zene zseniális, csak mondom egyébként. Tehát akár hallgathatjuk is a zenéjét, hogyha szeretnétek. De én galán mód itt belerosszalkodok. Összeírtam pár dolgot, ami így érdekes a játékkal kapcsolatban, így a változtatásokkal kapcsolatban. Márciusban kapott egy update-et a játék, egy ingyenes update-et, hogy a játékosok észrevették azt, hogy Iván a bal karját vesztette el, de amikor forgunk jobbra-balra fölle, akkor néha megcserélődik az elvesztett kéz. Tehát néha azt látjátok, hogy a jobb karja nincs meg, úgyhogy ezt helyre rakták. Azt írták, hogy nem, ez az update-nek a leglényegesebb része, de most már az elvesztett kéz nem cserélődik a meglévővel. Iván egyébként kovács, úgyhogy hát különösen vicces a történet. Kaptunk még több enchantot a fegyverekre, még több üllő van a pályákon, így a küldetéseink alatt, úgyhogy több fegyvert tudunk csinálni. Köszönöm szépen, Lovacska, jígás képet, ez mindig nekem nagyon tetszik. Kaptunk újabb animációkat, hát ebben nem tudom majd mit fogok észrevenni, de majd mondom úgyis, hogyha valami újat látok, hogy meg ilyeneket. Van egy ásó fegyverünk, amivel le tudunk menni a föld alá, beássuk magunkat, miközben éppen zajlik a csata. Ezzel az ásóval most már stunolni tudjuk az enemiket, miközben a föld alatt vagyunk. Illetve, hogyha az enemi mögé kerülünk, akkor arra nem tud olyan gyorsan reagálni most már, úgyhogy lassabban fordul meg, így többször tudjuk őt hátba csapni. Mi van még itt? Ja, ha éppen egy boss fightba kerülünk, akkor slow motion. Ilyen slow motionnel mutatja be a boss-t a játék, hogy boom, epikus pillanatok, bossok, ilyenek. Ennyit az ingyenes update-ről, ami az év elején volt a játék megjelenése után 2-3 hónappal. Ami az érdekes, az a Root of Evil, én azt hittem, hogy Roots of Evil a neve. Na mindegy. Szóval, ami érdekesebb ezzel a DLC-vel kapcsolatban, hogy egy lesit kaptunk DLC bossként. Nagyon brutálisan néz ki, tehát hogyha megnézitek a játék trailerét, ott már őt látni is fogjátok, hogyha minden igaz. Vagy miért érdekes a lesi? Hát, na, a Witcher fanok azt tudják. Kaptunk új sidequesteket, természetesen ezzel járó NPC-ket is. Talán 4 új NPC-t kaptunk. Az NPC-t nem úgy képzeljétek el, hogy ember, hanem lények. Tehát például egy róka is adhat nekünk küldit, vagy például a favágó. A favágót mondják a DLC contentnek a legnagyobb side mission-os NPC-nek. Azt olvastam. Igen. Ez az új sztori egyébként az Oakvale falvacska körül fog zajlani, tehát, hogy nem a megszokott területet fogjuk látni. Én bízom benne, hogy új zene is lesz. Hogy a Woodsman-nel indul el ez a küldetés? Oké. Most elolvastam, hogy mit ír amúgy a játék.
Jó, hát mehetsz. Sok achievementünk megvan, és még több nincs meg. Visszább kellene menni? Mert hogy itt pont az endingről van szó, hogy én vagyok a tanácsadó. Tehát ha végigjátszottam, akkor nincs nekem content. És meg lehet nézni a kreditszet. Oké, akkor change tail. Reset progress. Biztos, hogy ezt így akarják? Hát jó, hát akkor nézzük meg előről. A Woodsman-nel kell beszélnem, ez biztos. Ne, most tényleg előről fogjuk kezdeni? Nem baj, legalább meglátja. Hardcore mód. Ó, kerültek be nehézségek, ezt nem is olvastam. Vagy ez szerintem amúgy ez eddig is bent volt. Mert a normál mód. Eltüntetem egy kicsit magam. Legalább olvashassátok a sztorit. A jobb oldali a Baba Yaga egyébként. Ja, kaptunk egy új toolt is amúgy, egy új fegyvert, a pickaxe-et ezzel a DLC-ben. The rightful Tsar had failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, leave. Jó újrajátszhatósága van amúgy a játéknak. Szerintem a korosztályunkból sokan ismeretik a régi népmeséket, úgyhogy ismerős lesz a történet. Itt a cár meg akarja szerezni az örök élet vízét, az aranyalmát, meg a legjobb menyecskét maga mellé. És hát természetesen ezt úgy akarja megoldani, hogy neki semmit se kelljen csinálni, hanem bolondos emberét küldi el. Itt írja. Mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, ezért esik ránk a cárnak a választása. A szerencsétlen egykezű kovácsunk. Lehet azt mondani, vagy hogy a nevem is van. Szerintem, hát most abba fogunk belekezdeni, hogy ilyen morcosok vagyunk, ilyen gonoszak, meg parasztok vagyunk. I have a name. The name is Ivan. Do not speak out of line, blacksmith. You work in the village, and people say you are followed by bad luck. Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters hát, to dust. Mi vagyunk a legszerencsétlenebbek a világon. Nem akarom, hogy magyarázzuk meg. Nem nyomunk tutoriált, mert most hogy melyik a választásom ez? Aha. For this, I should banish you, send you away and forbid you to return. A tutoriál alatt megtudhatjuk Ivánnak az előtörténetét, amikor még két keze van, és megmutatja nekünk a játék, hogy hogyan veszíti el. Nem,
hát sztrátok hagyom, vagy játszatok a játékkal, vagy megnézitek a végigjátszásomat. I need money. What? No, you cannot force me out of my village. You will do as I commanded, or I will cut off your head. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Hát mennünk kell, nincs mese. Go now. Return only. Jó. Bizony. Indul a muzsika. Ivan, my dear boy, I heard what happened. Epofáz, nyanya. Sending my, what will you do, Ivan? Nincs időm ilyenekre, öreg asszony. I don't know where to start. Well, if you would listen to an old woman, I know of a tale. A story long lost. An apple that makes you strong as an ox. Igen. I think you could take that fruit. Az aranyalma erőssé tesz minket. Where do I find the apple? I do not know where to find the apple. Baba Jaga segít abba, hogy hol van ez az aranyalma. Nézzétek a cicát, milyen aranyos a nagyinak a kezében. The powerful witch. Az erdő mélyén van ez a nagyon erős bossi. Hát csirkelábom nyugvó házikója van. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house there's a skull on a spike. Ja, és ilyen rímelő, rímes mesét mondanak ebbe a játékba. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. Megtaláljuk. Baba Yaga. Wish me well. I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. Ad nekünk kaját. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Ja, hogy ajándékot kell vinni Baba Jagának. Úgyhogy meg kell találni, a kukacos csont kell neki. Két helyre küld minket el most a játék, két mission tudunk majd megcsinálni. Nem tudjuk egyszerre megcsinálni persze mindkettő dolgot. Úgyhogy nem hallgatjuk meg, hogy mik a részletek, mert ezeket már... A baba kompótját is megkaptuk. Then return to me before you go. I have more to tell. Baba Yaga az Baby Yoda unokatesója? Nem. A Baby Yoda Baba Yaga leszármazottja. Van hasonlóság. Jó van, azt mondta az öreg asszony, találjunk feleséget, hogy tudjunk boldogulni. Na, ő a favágó ember, ha minden igaz. Hello, Blacksmith. I need your help. Na. Something terrible's happening deep in the forests near Oakvale. Na, ő fog minket átvinni. Leshy barátja megőrült. És meg akarja ölelni a favágót. Na, ez már a DLC-s content. Leshy? Ez egy prank? Well, maybe he was pulling a practical joke on you and you got scared. They tried to eat me, Blacksmith. That wasn't a jest. And Leshy's not the trickster kind. Na, mesélj a Leshyről. Friends with the forest spirit. Some people frown upon such friendships. Oh, I've heard it all before. Unclean, sorcery, devil, cursed creature. Igen, az emberek félnek attól, amit nem ismernek, nem értenek meg, úgyhogy nem nagyon akarnak a Leshyvel barátkozni, kivéve a favágó. A Leshy nagyszerű barátja, úgyhogy segítenie kell neki. Aztán mit tud pörögni előre a karakter? Változik a sztori függen attól, hogy mit válaszolsz, vagy azért ennyire nem komplex? Egy kicsit változik, meg a döntéseink, hogy éppen milyen, mit mondunk, az
old föl statokat, old föl nekünk statokat, illetve ha például az aranyarmát nem adjuk oda a cának, hanem megtartjuk magunknak, vagy odaadjuk másnak, akkor nyilván más lesz az ending. Nem csak egyfajta ending van, nálam az lett a vége, hogy a cár az el lett űzve az országból, a kiszemelt nője került a trónra, én pedig a kiszemelt nőnek a segítője lettem, pedig az lett volna jó, hogyha a feleségem lesz, de szarul döntöttem, úgyhogy nem lett a cár kiszemeltje a karakterünk felesége. Csak a segítője. Kosárkát kaptunk. Mi okozhatta, hogy megőrült? Megtámadták kreatúrák. Friendzone-olva lettem, így van, Szemaz. Szia, sasmadár, szevasztok, srácok. Jó. I was chopping away at the underbrush, trying to clear the forest of dead wood when I was attacked. I barely got out of there alive. But I'm alig tudott elszökni, amikor a halott fákat próbálta kivágni. És a Leshy nem csak, hogy őt támadta meg, hanem azt a falvat is. Úgyhogy azért kell segíteni. Bizony, Baba Yaga, bizony, bizony. Na, hogyan tudunk segíteni? You need to find my friend Leshy. Tetszik a nagy pocakja amúgy a favágónak. Maybe you can. Maybe I said something wrong. Valami rosszat mondhattam. Bothering him and help him calm down. Jó. Ez biztos félreértés. Tudom, hogy hogyan nyugtassam le. I promised to try words first, but if words fail me, I'm afraid I'll have to put a stop to him some other way. Megpróbáljuk szóval lenyugtatni, de hogyha nem sikerül, akkor meg kell ölni. I know that Leshy wouldn't want to harm anyone, but do whatever you think needs to be done. I'm off to find your friend and see if I can reason with him. I'll also try to find more help from others. Amikor elkezdtem játszani ezzel a játékkal, Sasmadár, a következő pár napban hírt be ezeket a zenéket, ennek a játéknak a zenét, illetve ehhez hasonló zenéket hallgattam, úgyhogy ez a stílusa nagyon adja. Jó, Leshyt kell megtalálni, és itt megyünk küldizni. Akarunk-e valamit csinálni? Valószínűleg nem tudunk semmit. Így van, nem tudunk semmit se csinálni. Van egy kalapácsunk, és van órunk, úgyhogy kalapácsot csinálunk halálos metállal. A light metálos az azt csinálja, hogy ott írja, ott, hogy távolabbra lehet dobni. A halálos pedig nagyon durván sebez. Enchantokat, meg rúnákat nem tudunk, de rúnát tudunk rárakni. Különböző piák hullanak az égből, amikor eltörik a kalapács. Adjad! Itt ennél az a szívás egyébként, hogy tönkre mehet az itemünk, és hogyha tönkre megy a cucc, amit csináltunk, akkor ha nincs más alapunk, akkor a legalapabb kalapácsot kell használnunk. Ez ilyen metálos sasmadár? Nem vágom. Így most névről nem ugranak be ezek a dolgok. Lehet fejleszteni egyébként az üllőt, hogy még több enchant, még több rúna legyen rajta, még többet tudjunk javítani a felszereléseinken. Természetesen ezek az upgrade-ek rohadt drágák. Az enchant upgrade, illetve a rúna upgrade slotok állókolása az viszonylag olcsó, főleg a rúna a leghaszontalanabb, de hogy így ezek 1000 pénz az kopek, azt hiszem kopeknek hívják, az nagyon ritkán jön össze. És Baba Yagáék szövik
a történetünk fonalát, és itt a bossik döntései alapján választhatunk küldetést. Tehát, hogy megyünk aranyalmáért, vagy segítünk a Woodsmannek. Hát egyértelműen segítünk a Woodsmannek, mert hát ez a DLC-s content, mondom. Ha az aranyalmás sztori érdekel titeket, akkor javaslom a jagás végigjátszásomat. Elvileg van ilyen parancsom, sasmadár. Parancsolj. Let's see where this road takes me. Jaj, hát fegyvert nem kéne váltanunk, de... This man was ripped to shreds by some wild creature. Ez a lesi lesz valószínűleg. Wood, rusted knife, pouch, and what looks like a mask? I know a bandit when I see one, even if I'm used to seeing them in fewer pieces than this. Tehát ez egy bandita volt. Átkutatjuk. See what this pouch holds. Önzők vagyunk. He has no use for them now. Mi a becsületes Ivánt játszottunk, a nagyon durván becsületes és kicsit meghunyászkodó Ivánt játszottuk a végigjátszásom alatt. Most az agresszívabb, önzőbb Ivánt fogjuk nyomni. Mondom, ez a lesi lesz, ez a lesi támadása lesz. I think I've seen enough. I can't stand this rotten stench any longer. What's that noise? Ó, sztánolunk. Milyen területi sebzése van ennek? Egyed azt a kenyeret! Azt a rohadt, ezek a vad medvék, ezek nagyon nyomják. Még egy. Szerintem megettem az összes kenyeret. Jó, egy medve halt, azt a rohadt. 98 HP maradt. Stamina, bronzor. Igen, így kell dobni a kalapácsot. Jó. Jézusom, ezek a medvék majdnem szétszedtek. Ez a küldetés, ezt miért mutatja itt ezt a küldetést? Nem tudok ezzel már semmit se csinálni. This chain could be useful. Now, if only I had something sharp to grapple with. Megkapjuk az alapfegyvereket, ahogy látom. Let's see. Ez a grappling hook lesz, hogyha minden igaz. Now to get across. Így van. Kaptunk grappling hookot. Hey, you there! If you want to cross, you have to pay. Shut up, Pavel. We're not doing that right now. But the boss said... The boss ain't here now, is he? Just shut up and let me talk. Good day, traveller. I apologize for my friend here. He likes to pretend he's a bandit, yeah? I think I found a friend of yours. Let's just say he's not very comfortable right now. Some creatures attacked him. Yeah, well, szétszették. I mean, may his soul find rest and his sins be forgiven. Or forgotten. Who exactly are you? And what are you doing in these woods? We're, Monkok. Our monk leader accidentally cut the bridge rope after he crossed it. Látjátok, hogy az van, de hogy bandit. See you never, suckers. They won't catch me if they can catch you first. Shut up. Please excuse my friend here, yes? What is it that you want? We are on a, pilgrimage. Yeah, yeah. And we got to this chasm and we're stuck here. All we ask is that you tie this rope to the other side of the bridge. Then we can pass and move on, yeah? Ostobának néztek? I
hope I don't look as dumb as you think I am. You're as much a monk as my Bubba is a priest. You should hear how she invokes God when her crochet needles break. Okay, we're not monks. But you still want to pass, yeah? Találok másik utat. I'll help you repair the bridge. Thank you. Good day to you, yeah? Oh, it's good to be on this side. Godspeed, stranger. We'll move on our pilgrimage. Hajrá, fiúk. Ah, tehát, hogy nem kellett volna azt választani, de át tudunk volna menni hozzájuk. Azt akarom megnézni, hogy itt a térkép mit mond. Van itt egyáltalán olyan a térkép? Itt lesznek a csármok, a perkek, a körzök és a blessingek, és itt követi a majd rekkeli a játék, hogy milyen döntéseim voltak. Én igazságos voltam, ostoba semmiféleképpen, főleg igazságos voltam, és az alapján kaptam ilyen perkeket, meg minden jóságot. Kíváncsi vagyok, hogy az agresszív az miket fog majd kapni. Térkép. Mutatja a questeket, sok van. Oh, megvan. Valahogy megtaláltam. Ahogy kell tüntetni? Aha, alsó. Gomba D-peden. Oké. Okay. Jaj, ne. Ne! Nagyon nagy a gáz, srácok. Egyszerre többet is meg tudunk hitelni. Jó, egy farkas halt. Easy, hát no hit run. Mert a Yaga Twitch Rivals no hit run. Szevasz Jerry Lee, szia Marci, szevasztok srácok. Nincs a kezemben a játék ritmusa, ezért nuboskodok egy kicsit. Ez egy oltár. Well-built altar dedicated to Svarog. Svarognak az oltárja. Kovácsok istene. Mert az offer. Felajánlunk egy bronz ort. I hear sounds of hammers and anvils in the distance. The altar is now silent. És kaptunk egy Svarog prongzot, ami hát biztos jó. Svarog prongz teljesen recovereli a willpowerünket és a staminánkat. Az jó, nem tudom mi az a willpower, meg az sem, hogy mi az a stamina, de biztos. Stamina nem kell, a willpower. Hát ez így rajta van a izémen. Hát, tessék, tehát a willpower, az akarat erő, az a HP-nk. Mehetünk tovább. Uha. Köpködő vatkan! Ne, hát ne lökjél már! Mit csinálsz? Jézusom, ostoba! Azt sem amúgy valószínűleg tönkre fog menni a kalapácsom. A harci muzsika amúgy nagyon király. Ez. Ott mutatja egyébként a kis könyv ikon, hogy hamarosan, hát felénél járunk a szintlépéshez szükséges XP-kkel. Ott is van! Mondjuk itt a trutyin nem kellett volna keresztül menni. Föl. Nincs hílem. Na hát ti mit csináltok itt? Ti kik vagytok? Help us, blacksmith. What happened? Are you barricading yourselves from those creatures? Rabid creatures. They drove us out of our village and are now hunting us. Na nézzük. The road back to my village is safe. I killed lots of creatures. Ja, menjenek vissza. We'll head there right away. Menjenek vissza az én városkámba. We need to get to safety. Jó, menjetek. No problemo. Hát tényleg itt van még egy envil. Na, srácok. Ho, ho, ho. Az nem jó.
Gyere ide, matkan! Persze. Maci Laci, köpköd! Hajd meg, Maci Laci! Azt a rohadt 41 HP! Hajd már meg! Ki tudja védeni tényleg, hát ez az a mozgás volt. Jó, ezt a 21 HP. Hajd meg! De hát meghalok! Nagyon jó! Nagyon jó, 12 HP. Thank him. Az öreg ember. A savior and a blacksmith nonetheless. What happened? Our village was attacked. We barely made it out alive. A 12 HP, de meghaltak. Broke. Can you help us fix it? We need to get somewhere safe. Erre az, tehát arra céloz a játék, hogy ne éppen úgy akarja elkezdeni játszani a DLC-vel, hogy a játék legelején. Azért ilyen durvák itt az enemik, mert hogy ez most nem nekem való, viszont a végigjátszásos mentésemet meg nem tudom folytatni, mert annak meg vége van. Úgyhogy újat kellett kezdenem. Hát figyelj. Nincs esély biztonságba kerülni. Please, mister. You look just like my daddy. He stayed behind to help the others. Please, help us. No. Tudtak fizetni? I'd be glad to fix it for you at a cost. Fish. It's all I have. I'll add my kopeck as well, mister. Ez az. Megteszi. És akkor mi a koncepció? Kezdj egy újat, vidd végig megint, ne teljesen, hanem előtte játsz a DLC-vel? Hát, nem tudom, hogy hogyan tervezték. Lehet, hogy csak én voltam béna, hogy nem tudtam folytatni, nem tudom. De valószínűleg, ha elkezdjük a játékot, tutorial skip, és rögtön DLC-zünk, akkor valószínűleg szívni fogjuk a fogunkat, mert nagyon nehéz lesz, de nem lehetetlen. Meg most... Két kenyeret úgy megettem, hogy rossz gombokat nyomogattam, tehát, hogy kell sok heal. Ha lesz sok heal, nem lesz egyébként gond, meg több sebzés. Easy. Szevasz, George! Szevasztok, srácok! You're such a sweet girl. I changed my mind. Nem! Ingyen! Thank you, blacksmith. This will save our lives. Travel safe and take care with those creatures. Nem lehet, hogy fizessetek inkább? Travel safe. Jaj, hát azt mondtam, hogy arra nem úgy gondoltam, hogy még a Charles is odaadja a pénzét, és akkor, hogy ne kelljen, hanem, hogy aranyos, adjál csak pénzt. Na, itt a rókát mutatták a Kuma Liza. What brings you around these parts? A talking fox? Is that the most unusual thing you've seen today? Witches? Kikimoras, a talking crow, Kikimorak. And some magic objects. And it's me you're surprised by. The name is Kuma Liza. But sure, call me talking fox if you want. Fura lehet úgy beszélni, hogy közben kilóg a nyelv a szájából, és olyan fogai vannak, hogy nagyon hegyesek. Szóval az ő neve Kuma Liza, de szólíthatom. Beszélő rókának. Nem az a... Volt egy ilyen film, talán még a magyar film is, nem tudom. A Liza a róka tündér. Lehet, hogy ennek amúgy valami hasonló
Nem tudom. Nem tudom, lehet, hogy egyébként van köze hozzá, nem tudom, srácok. Bizarróka tündél. Azaz, arra gondoltam. Már megint mi ez a játék, és mi nem tudok róla? Sticky, ha meghallod ennek a játéknak a muzsikáit, nem fogsz tudni lekattanni róluk. Mekkora lógó nyelvű rókó, ugye? Tyap-tyap. Ilyen japános, aha, igen. Azaz, a Liza róka tündér. Kétszer láttam. Hogy lehet szép? Hogy lehet ezt jól mondani? Megvan a maga bája annak a filmnek. Az egy különös film. Az egy olyan film volt számomra, a Liza róka tündér, aminél nem tudtam eldönteni, hogy ez most micsoda. Nem azért, mert szar, hanem mert ilyen filmet én még nem láttam. Mitológiai szinten van köze hozzá. Our modest fellowship expands. Praise the sub! Köszi szépen, Szofi, a 9. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Kis Andrásnak a fél évét lehetővé tetted. Abban a filmben az egyik szereplő osztálytársam volt gimibe. Wow! De amúgy akkor van nem medvét jelenti a pánul? Én nem tudom. Úgy peregjenek a szövegek. Sziasztok, srácok. Elég művészfilm? Igen. Akkor lehet, hogy az volt az, amire én gondoltam. Na. Hát nyilván nem mondjuk azt neki, hogy die. Mi az a nyaklánc ott a nyakadon? Hello? A shiny necklace you have there. What does a fox need a necklace for? A fox's attire is nobody else's business but the fox's. Ez egy nagyon menő. I'm sure you're not roaming the forest just looking at it. Nem. Ez egy nagyon menő játék, ami nyomokban RPG elemeket is tartalmaz, de főleg ilyen környékünkbeli népmesékre alapuló rendkívül jó zenei világgal megáldott, zenékkel megáldott játékról van szó. Úgyhogy, hát ez játék, de én akár, hát nem tudom, csak nézném is. Szerinted nagyon alul értékelt a Liza a Róka tündér film? Nem volt rossz. Abszolút nem mondom azt, hogy nem volt rossz, de olyan különleges volt. I have some questions. I may have some answers. Are you actually Kuma Lisa? I thought those were just children. Na, úgy néz ki, hogy Kuma Liza ilyen gyerekmese. Akkor ezek szerint csak mi magyarok nem ismerjük. Legalábbis én nem ismerem a gyerekkoromból a Kuma Lizát. De ezek szerint körülöttünk valakik ismerik a Kuma Lizát. Ez ilyen trükkös róka. Meg is veheted sinál, hogyha szeretném. I am impressed. And you should be. But I think you have some answers. Hangot a játékra. What do you know about these creatures? They showed up a few weeks ago, right after that ugly hag came to visit the Leshy. It's easy to stay away from them. But they're messing with some of my plans. Ugly hag, jött ez az ugly hag, és utána megőrült a Leshy. An ugly hag? A strange woman came to visit the Leshy. She had the most disheveled hair I've ever seen. And her breasts were all dried out, touching the ground. They talked for a bit, but I didn't hear anything. Undorító ez a hag akkor ezek szerint. Sweet chicken bones. And the crackling and crunching was deafening. Any other questions? I may have some answers. You like chickens? Oh yes, I love them. Szerintem a csirkék is szeretnek téged. Haven't started barricading their village. All that trouble for some wild creatures. Any other questions? Na, tehát az a gondja Kuma Lizának, hogy elbarikádolták a
a falu lakói a falvukat, és nem jut kajához a róka. That's enough chatting. I have something important to do. Oh, what could be more important than the fabled Kuma Lisa? Do you know where I can find Leshy? I'm looking for him for a friend. The woodsman found someone to help him. You must be a very kind man, but I doubt you can help his friend. The Leshy doesn't want to talk to anyone. He lives just north of here. But his house északra lakik a Leshy. De nem egy biztonságos hely a háza körül. So I don't meddle in his for now. Jó, menjünk. I need to go now. I promised I'd find the Leshy. Remélem, még ezen a mapon megtaláljuk a Leshyt. See you later, blacksmith. I'm sure we'll meet again. Azt mondja Kuma Lisa, hogy biztos abban, hogy mi még találkozni fogunk. Hát valószínűleg, mivel 12 HP-n van. Kemencét érdemes átkutatni, mert lehet, hogy van benne kenyér. Ne! There's a freshly baked loaf. Ez az. Megjavítottuk, és így lett benne kaja, ami azért jó, mert készítettek fel a kemence. A stone oven sits here. A kemencére rá lehet mászni. És itt gondoltak, miért lehet rámászni a kemencére? Azért, mert ez a fast travel-ös pont. Bizony. A stone oven sits. Most én jól láttam, hogy felvettem a kenyeret, de még sincs nálam. Ott van. Hú, akkor nem vettem fel. Azt hittem, mert te vagy a Mikulás, és lecsúszol a kéményen. Nem. A Trickster archetípusa ez a Kuma Lisa, Campbell és a Vogler tipológiája szerint van, vagy 7 ilyen archetípus, jobb kiadni ezt a rókát. Becsap minket, megviccel minket, lehet, nem baj. Jó, egy mínusz. Tudsz. Nagyon jók vagyunk eddig. Nagyon jó. Az helyzet, ezek annyit sebeznek, hogy nem éri meg, hogy közelharcba elegyek velük. Jó lenne mondjuk eltalálni őket. Nagyon jó. A mitológia szerint úgy csap be, hogy az csak neki vicces. Neked simán rossz, vagy még fáj is. Jól hangzik. Ez jól hangzik. De hát leköpött! És még át is gázolt rajtam. Azt a lootot hogy vegyem fel? Haló? Jó, meglett. Nem, volt-e még valami loot, amit itt hagytunk? Úgy látszom, hogy nem. Ez mi? Something seems to be growing inside these pods. There's a gooey substance inside them and movement. Something squirming in the goo. Is it growing? It looks like it's about to... Jézus, mik ezek? Öh, de jó! De jó! Jézus, atya úristen, hát ez rip! Én pepperoni. Ez halál, srácok. Ezt nem lehet túlélni.
ki kalkulálja, hogy hova megyek egyébként, úgy lövi a... Nagyon azt írtam, hogy ez simán meg lehet. Legalább a zene jó. Oké. Okay. 6 HP. Kidodzsolta. Nem hiszitek el, de kidodzsolta. Amikor el tudnám találni, akkor kidodzsolják. Egy HP. Mondom, jó jön a heal. What will Ivan do now? Mit tenne most Ivan? Ivan nem áll készen, hogy feladja. Inkább felálltozza valamelyik itemjét. Eltölt a kalapácsa, az nem jó, mert akkor mi a fenét dobok rájuk. Jó. Ja, édes Istenem. Hogy tudok már ennyi sebzést begyűjteni? Ez elképesztő. Még meg is szúrt. Sztrohat. Csak ne alakulj át, és akkor jó lehet. Ne esz szét, légy szíves. Ott is van! Ott is van! Nem dobott lótat. Oda, oda, mizé, a kalapácsunk. You intrigue me, blacksmith. Kösz is, srácok. Kunsági botozós drámembéz. Kértettem, hogy mi az az elgörbült gerebjekesztyű a kezeden. Grappling hook, és azért van gerebjekesztyű a kezem helyén, mert levágták csúfosan. Ön segítettem másoknak? Az én kedvenc rókám. Már te megint? Unless you're here to help, I don't care what you want. Fine, fine. But still, tell me, what did you find in the camp? What's in it for me if I tell you? Who sent you here to snoop? Was it Liko keresni fog engem, mert a bad luckom megnőtt nagyon. The woodsman asked for my help. Oh, right. I remember. It must not have seemed very important when you told me. I thought that same witchy woman sent you too. I can see that's not the case. Well, we might meet again, blacksmith. And maybe you can help me next time. Jó, tehát, hogy... The wondrous fox. Tehát, hogy még mindig tudtunk volna, még mindig meg tudtuk volna csinálni az ő küldéje, de az a helyzet, én nem akarom, mert alig van HP-m. Tehát, hogy ez nem jó. Ez nem jó. Aha, és értetetlen lehetek egy kicsit. Igen. Igen. Értem, mert akkor ezt tegyük be. Tehát, hogy nincs olyan piám, ami gyógyítana. Ó, itt a vége a kalannak, tökéletes. Itt tud, ilyet tudom, hogy gyap-gyap ez a gerebje izé. Grappling hook. És ezt amúgy ki kell küld... Na-na-na-na-na-na! Meghalunk a fenébe.
Ivan do now? Ivan, minden remény veszett, menjünk vissza a táborba. Egy kenyér. Van-e valami tipped? Oké. És mit javasolsz? Biztos tudna segíteni, de most még nincs semmi, amivel így bármit is tudnék kezdeni velem. Ne felejtsem el a túljaimat. Jó, hát oké. Még enchantolni se tudom a felszerelésemet, de legalább ugyanazt a kalapácsot le tudom még egyszer gyártani, amit legyártottam legutóbb. Az a jó, hogy még egyszer le tudom gyártani, tehát lesz kettő halálos kalapácsom. Rúna? Egy rúnát többször is fel lehet használni? Ez elég komoly. Nincs hílem úgy, hogy ez még mindig szívás, kacok. Ez még mindig szívás. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Ivan lesiért megy. Megy, csinálja, les is küldit. Most mi van? Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Ja, most kéne beszélni a Woodsmannel. Hoppá, hát el kéne olvasni a küldit. Mert hogy tudtunk meg dolgokat a lesiről. You're back. Did you find him? Is he all right? I'm sorry, but all signs are pointed to Leshy losing his mind. His mind? He sent his creatures toward Oakvale. Lots of people are running for their lives. I don't think there's any good left in him. Did you really talk to him? Don't believe the villagers. They always tell lies about him. Az helyzet, nem beszéltünk a Leshyvel. I'm sorry, I couldn't find him at his home. I don't think talking to him will change anything. Please do it. I beg you, give him another chance. He's not himself. There's something you're not seeing. I can't leave him like that. Meg kéne próbálni, hogy beszélünk vele. I'll try and speak with him, if I can find him. Maybe going to Oakvale might help clear things up. I appreciate that, Ivan. Segítünk. Hát sikerül meggyőzni a Leshyt. Brutal way. Ja, amúgy odaadhatná azt a szekercét. Things don't look good for him. Where is Ivan? Megyünk Oakvale-be. Ott a rokkája a néninek. Örög a rokka. Let's see where this road takes me. Értem. Hihetetlen. Csak akkor lehet megtámadni, hogyha éppen a támadási animáció közben van. És picuri! Gyere csak ide! Ujjajajajaj! Hihetetlen vagy! Most még nincs staminám. Na végre. Ó, az ketten is voltak, de szerencsére belementek. Tényleg nagyon jók ezek a zenék, ugye? Ugye, ugye, Dave? Jaj! Van olyan gerebje is egyébként, ami segítene abba, hogy stunoljam például a zenemit, de hát nincsen még gerebje fejlesztésem. Hát...
nem tudom, hogy ők pontosan micsodák, de ők, hát nem tudom azt se, hogy Baba Jaga pontosan mit csinál, de azt tudom, hogy Baba Jagának ilyen izé segítői, nem tudom, így az élet fonalát szövik, nem tudom, valami ilyesmi a dolog, Jerry Lee. Hiszen szövik azt, hogy Iván hova akar menni, mit akar csinálni, izé, egyengetik Iván útját, úgyhogy valami ilyesmi. A juhász. Do you know the way out of this forest? Oh, shush, chick, 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 chick. Everything will be fine. Chick, 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 chick. What kind of farmer are you? With just a single chick? Oh, it's my most beloved one. I'm keeping her for breeding when all this passes. I had 17 gorgeous chicks and chickens, each more gorgeous than the other, but none as gorgeous as this beauty. Baba Jagák a Moirák keleti megfelelői. Ó! Oh. Tehát egyik sem olyan különleges, tehát volt egy csomó csirkéje, de ez a legjobb. Hátra kellett hagyni a csirkét. Okay, tehát azt mondja, hogy a róka az ő védelmező angyala. Did you at least get something in return? No, you don't pay angels. Tehát a róka amúgy megette a csirkét. Well, I'll be on my way. Can you help us out? Maybe point us in the right direction? Kövesd a hullákat! Go the way I came from. Nem paraszkodunk. Thank you. It's good to know we're going in the right. Pedig olyan szívesen mondanám neki, hogy kövesse a hullákat. A stone oven sit. There's a freshly. Okay, volt benne kaja. Mivel ezen a pályán már jártunk, így fel tudnánk szállni erre a fast travel-ös pontra. Összeállnak egy idő után, hogyha nem ölöm meg őket. Mekkora csalás már? Persze, köpjél le! Értem. Ott is van! Ott is van! Noobz! Baba Jaga csak egy van belőle, inkább segítő vagy büntető öreg néni, boszorka, aki csirkelában álló kunyhóban éldegél, segíti azt, aki úgy ítéli, és bünteti azt, aki valami miatt nem tetszik neki. Ó, oh, aha. Köszi az infot. Ez a fight az enem mindent visz. A városba levő zene az nagyon brutális, Andi. Csak hát most nem sokat vagyunk. Ez a zombi, haló? Hey, Mujik! Come, have a sip. I've got plenty. And what are you drinking there? Why, some fine-aged wine from a fine-aged... What do you say? What do you say? What do you say?
hogy ki ne akar némi a zombival. Cheers! Na, kirabolt minket? Arról álmodik amúgy a kovácsunk, hogy fát vág. Maxos lett a HP-m, úgyhogy megérte inni. An old stone oven sits alone. Megjavítjuk, ingyen van. There's nothing inside. Nem volt benne semmi, és rámászunk. Na, ezt figyeljétek. Ready to fly away. Modern mitológiákból írtam az alapképzéses és a mesteri államvizsgámat is. Jerry Lee, az nagyon, nagyon király. Ez tök király lehet. Szóval, ja, tegnap néztük az Army of Thieves filmet, és ott elég erősen volt utalása a hát német, skandináv mitológiára, a Nibelung gyűrűre, meg Siegfriedre, meg a valkűrökre. Nagyon tetszett. Lehet, hogy igazából ezért tetszett annyira. Bolondokád, ósmedve! Ajjaj! Nem nagyon akarom úgy tönkre menni a kalapácsom. Jó, mint a bossi seprű, ja. Azt nézem, hogy itt maradt-e loot, maradt, jól van. Van-e valami kajám szerintetek? Ott van egy kaja. Inkább most benyomom. Ez meg zseniális, ahogy a kemencén utazik, erre is van előkép. Nálunk a gyimesi csángoknál azt mesélték, hogy régen a szépasszonyok boszorkák tilón közlekedtek. Egy szövéshez használt eszköz az. Tiló. Ajaj. Mondtam én, hogy megette. Eating chicken. Gyilkos! Te vagy az angyal? Te tolvaj! Ha, it was smart of you. I can always appreciate a good hustle. Önvédelem volt. Igen, a csirkék rátámadtak. But I don't think you like them raw. Here, take a leg. Was there something? Adott nekem egy csirkelábat. Azt mondtam neki, hogy nagyon ötletes volt, amit csinált, és ezért igazából mintha jóba lennénk. Mi vagy te itt? Are you following me? Why do you keep showing up? If you ask me, you're the one doing the following. And I understand. I too would want to look upon such a beautiful and graceful fox. No, that's not what I meant, and you know it. Indeed. I just find all of this interesting. I haven't eaten this well in ages. Did you learn anything new about what's happening? Leshy has reached Oakvale, and he was followed by a horde of creatures. A Leshy elérte Oakvale-t. Screams, bangs, thuds, and whooshes. The area is full of them. I do not know who will win. Zombie dog. I don't like all the noise there. Do you have any advice for fighting these monsters? They seem to avoid me, so either they are scared of my wits and beauty. Szerintem a nyaklánca miatt nem támadnak rá. Mert hogy nem támadnak rá a szörnyek. De mondom, a nyaklánca miatt lesz tuti. You humans can always make more of yourselves, but there's only one Kuma Lisa. Értem. Csá. I should go. I have to reach Oakvale before it's too late. Third time, you bring the food. What? Next time we meet, it will be the third. It's about time you bring your own food.
Azt mondja, hogy ha legközelebb találkozunk, akkor vinnem kell neki kaját. Tehát a harmadik randin kaját kell csinálnia a csávónak? Értem. Hát de ne köp! Valamiért úgy érzem, hogy Sticky mindjárt lecsap a háromszékes poénra. Dave. Nem jó! De mekkorát köp már ez a disznó? Mennyien vannak? Amúgy lehet, hogy ez egy nehéz játék? Szerintem ez egy nehéz játék. Most így átgondolva, de jó a zene. Amúgy már rég szintet léptem volna, csak még nincs vége a pályának. Nyomjuk itt a küldetésezését. Ó, mennyi kopek. Jézusom. Fett lót. Na. Nagyon jó. De abban mennyire fut már? Gyere vissza! Nem tudom, hogy egyből össze tud-e állni újra. Ez hihetetlen. Gyere, támadj! Oh, megtámadott, nem viccelt. Fügy! Töltünk egy kis staminát. Hihetetlen. Hát ezt nem hiszem el. Na végre. El fog törni a kalapács. Na végre. Nem, és még mindig van tovább. Na ki, köszi szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Köszi szépen a második hónapot. Ott is van, eltört a kalapács. És Liko akar engem. Tergessétek srácok a szvegeket, Takina. Köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Rengeteg lót, nektár, meg ilyenek. Szerintem kapott valamit a karakterem. Nézzétek meg, dobálja itt a pénzét. Tehát nem szórjuk csak úgy el a pénzünket. Valószínűleg a bad luck miatt dobálja el a karakterünk a pénzét, úgyhogy jó lenne, hogyha vége lenne. Megjavítjuk.
There's nothing inside the oven now. Meg is lehetne támadni, de hát miért akarnám megtámadni? Menjünk lefelé. Hát nem, azt a kopeket nem hagyjuk ott, az biztos. Hello? Rengeteg indokolatlan sebzés. Ott is van! És leköpött! Oké, már nem tud talán összeállni. Szívás, hogy így potyogtatja a zsebéből. Lehet annyi kopekünk van, hogy nem tudja a karakterünk eltenni. Ne dobáld már! Fú, te idegesítő. Nem akarok most semmit se itt az üllőnél. Menjünk haza. Ez a haza? Hűha. Ez haza? Leave our village alone. Oh, No, you leave my forest alone. Ő a Leshy. Peacefully until you came here. You came to take my trees. You came to kill my children. A Molnának a kislányával már találkoztunk, nekik segítettünk. Just like maggots. Your creatures attacked us. We're just protecting our homes. And I am just protecting my home. You have no place in this forest anymore. Prepare to die. Profitot szimatolok. All that wood and animal meat are sure to bring a profit in the market. Let's start shopping. Yeah, humans and their greed. Lehet, nem ezt kellett volna mondani a Leshynek. Nézzétek, hogy átalakul a Leshy majd. Még nem. De ő nagy átalakulós. Jézusom! Asztor, hol a háp? Jézusom, hát nagyon gyorsan kéne nekem kaja. Mi van ott? Van itt olyan, ami nincs, de olyan van, hogy sebezhetetlen leszek. Értem. Azt hiszem rájöttem. Vagy mégsem jöttem rá? Aha, igen, hogyha ezeket elpusztítom, akkor utána tudom ütni. Ez nagyon menő game, wishlisten is van? Na, örülök, hogy tetszett nektek, srácok. Tetszik nektek. Jézusom! Legalábbis én erre tippelek. Rosszul gondoltam?
Hiszen most nem üthető. A gyorsabban kell csinálni? Hogy ölni kéne őket? Én nem tudom. Álljátok, nincs semmi a kezembe, ez gond. Üttem! Üttem! Lesi! Ott van. Miért csapott rá a molnár? My bark! My staff! You dare to break? Trying to talk was a mistake! The touch of humans on my leaves! The stench of all these petty thieves! Mondom, the gift she gave me! Beszélgetni kellett volna... Beszélgetni kellett volna a Lesivel, nem izé... szemétkedni vele. Nature should, as strong as stone, as tall as wood. Attack him now. Go for the head. Oh dear, I should have stayed in bed. Take this wood creature. Take it hard. Watch out behind. Be on your guard. It's your turn now. Just throw the hammer. Oh, hit so hard, he'll start to stammer. You missed, my friend. Are you left-handed? I tried the head as you demanded. He is too fast, too strong, not fun. It may be time for us to run. Running away? Thought you had pride. There, now you'll die, together tied. Each of your little bones, I'll break. And from your meat, I'll make a steak. That was no bone, it's just a peg. I have no arm, you have no leg. Cripple and gimp, let's work as one. Just pass that gate and we'll be gone. Szegény molnárnak csak egy lába van. That was way too close. Almost nearly scraped my toes. What's your name, brave lad? I'd rather not call you blacksmith, which by the looks of it you seem to be. In these dark times... Yeah, jók voltak a rímek. Ivan the... powerful. Just Ivan. Strong. Ivan the strong. Ivan the one. Miért lenne bolond ostoba, hogyha az Ivan the One, hát akkor legyen powerful. I am Ivan the Great. You nem is azt mondtam. That is true. Köszi, hogy itt volt egy Jerry. Szia, szia. Thank you, Ivan. I'm Gregor, the miller. Thank you for your help. But the village is lost for now. First, I need to find my daughter and my father and the others. Then we'll need to decide what to do next. Some of your villagers have reached my village. They're waiting for you there. I need to go to your village then. Regroup and see what's next. Milyen menő botja van amúgy a csávónak. Azt mondtam neki, hogy vannak emberei az én falvamban, úgyhogy ő most oda megy és egyesíti a csapatot. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Mi az, amit tanult Ivan? Na itt van, hogy hozunk döntéseket, agresszív döntéseket, önző döntéseket, és csak simán döntünk, ami igazából, aminek nincs semmi hátsó szándéka. Az önző döntésekkel, az önző döntések ilyen kártyákat hoztak nekünk, hogy
kiszimatoljuk a gazdagságot, úgyhogy több eséllyel, több dolgot találunk a rejtett ládikóba. Ez a plusz egy mind, ez nem tudom mit jelent, de biztos az is amúgy nagyon menő. Meg ennek menő a képe. Így ezt választjuk. Sok dolgot csinált Iván, sok dolgot tanult, tapasztalt, több kincset fog találni most már. Plusz egyet ad a mindhoz. Köszi! Köszi. Ott van. Mind 3, Fate 3, Body 3. Nem tudom, mit csinál, vagy mit tud csinálni. Ott van. Willpower-re van hatással, tehát hogyha a Mind-ra rakunk, akkor több lesz a HP-nk. A tapasztalatunk úgy nő gyorsa, hogyha szerencsétlenek vagyunk, és hogyha éppen harcolunk. Itt a kopekek vannak egyébként. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Lehet menni ilyen korrupciós dolgokat csinálni, meg segíthetünk, hogy meglegyen az aranyalma, meg segíteni kell a lesi kiirtásában, és mivel a falunkba mentek, és ott jó a zene, ezért itt fogjuk abba hagyni. Úgyhogy srácok! Hangulatos továbbra is. Ez a játék. Jó, ez a DLC is tetszik. Ez a Roots of Evil. Tök menő, hogy egyre több ilyen környékbeli, mitikus dolgot vonnak bele, vagy mesebeli dolgot vonnak bele a játékba. Nekem ez tetszik, a játék ugyanolyan jó, mármint így harcügyileg. Egy kis sztori, egy-két javítás, új cuccok, ugye a pickaxet, azt nem tudtuk még kipróbálni. Pickaxünk is lehet majd, újabb enchantok. Egy kisebb update-et kapott. Meg hát ugye a DLC-t, ami 6,5 euró. Hát így elsőnek azt mondom nektek, hogy ha tetszik a játék, akkor az alapot érdemes végigjátszani, aztán vegyétek azt figyelembe, hogy ha bele akartok kezdeni a DLC-zésbe, akkor ha már végigjátszottátok, akkor kell egy új rán, hogy játszotok vele, vagy én voltam béna. És ez az a játék egyébként, ahol vannak pókos lények. Talán meg is tudom nektek mutatni. Itt van, hogy a pók lényeket, tehát aki arachnofóbiás, az nem pókokat fog látni. És nem is vicces pókokat fog látni, hanem egyszerűen más lényeket. Nálam ez be volt állítva, hogy ne pókokat lássunk, ha minden igaz. Vagy pont, hogy be volt kapcsolva? Na mindegy, szóval, hogy be lehet állítani, hogy ne pókokat lássatok, hogyha éppen pókszörnyek lennének. Itt van, hogy milyen autóim legyen. Ennyi. Ennyi is, kacok. Nem hiszem egyébként, hogy végigjátszom ezt a DLC-t, de egy bekukantás mindenféleképpen megért. Azért is mondom, hogy nem hiszem, hogy végigjátszom, mert
Most van egy pár dolog, amivel szeretnék foglalkozni, és hát majd, hogyha egy kicsit több idő lesz, akkor lehet, hogy visszatérünk rá. Itt vannak egyébként azok a cuccok, amik azok a update-ek, amik jöttek a játékhoz a megjelenés óta. Ha valakinek tűéles látása van, az láthatja. Ott van hardcore mód, story mód. Azt hiszem, amúgy én az 1.1-el játszottam. Ennyi, skacok. Ennyi a Jagamára. Ennyi lett volna a DLC bekukkantója.